ez a kis hat éves oláról szól a beszámoló, a fajtatása, a kislányról, aki látja Jézust, Szűz Máriát és a szenteket. Ezzel befejeztem az első részét, hogy a mai világban a házasságért, a házasságért harcolni kell tényleg harcolni kell, és gyakran elfelejtünk arról. Most az emberek nem veszik komolyan semmit a világon. Elválhatnak egyszerűen, és azt gondol, hát egyszerűen az elárulja, hogy nincsen hit bennünk. És a sátán működik. Nem szabad pedig engedni ezt a gondolkodást, hogy elválunk. Hogy mennyire a vállás a megoldás, hát egyáltalán. A mai fiatalok, akik házasságot kötnek, már számításba veszik, ha nem működik a kapcsolat, elválhatnak. Ez nem gondol, az azt mondják. Hát miért gond lenne? És akkor erre mit tud, tudsz mondani az ember? Hát látja, hogy valaki tényleg a butuska. van -e ebben az esetben az emberek nagy hite. Később fog csak kiderülni, hogy az óriási probléma, a vállás, elválás. Ez nagy szenvedés, ami az embert elkíséri. Amikor az emberek veszekednek egymással, kritizálják, megalázzák egymást, akkor a gyermekek és a szülők szárnyain fekete pontok jelennek, jelennek meg, mint ahogyan ezt mond, maga Jézus megmutatta a, a kis olának, hat éves lánynak. Ebben az esetben gyógyír a megbocsátás. De amikor nem tudsz megbocsátani, mint ahogyan korábban mondtam, akkor gyakran mond ezt Jézus Krisztus nevében a meg nem bűn ö, démonja, menj el tőlem. És ezt körbemondát. És meglátod, az Isten nem hagy el. Ad erőt, hogy tudjad bocsánatot kérni. Hogy megint rendbe tudjad hozni az ember. A, a dolgokat gyónyál. És akkor utána a részvegyél, Mo, Imádkozzál állandóan magadért, is, a a páradért, férjedért, vagy felségedért. Meg kell jegyezni, hogy fontos ebben, ebben az esetben a hogy tudjad megbeszélni dolgokat, átölelni egymást, és utána a gyónást is végezni. A pap előtt, ha katolikus vagy. Meg kell jegyezni, minden szónak gyógyító ereje van, amikor szép szót mondunk. De ha borzasztó hatása is lehet a szónak, amikor az ember átkoz, rosszat mond. Ez tényleg befolyásol bennünket, és rossz hatással van más emberre. Tényleg akkor, amikor átkod mondunk, akkor maga a sátánnak terede előkésztem. Magamban és más ember szívén, utána nem vagyok képes a jóra. Akkor mindahogyan az első előadásomnak első részében ezt az ábrát már láttunk, hogy ez az ábra megdöbbentő volt, mikor meglátta a kis lányának az anya, hogy honnan tudta a kis a kislánya, hogy korábban gyermekei voltak az anyukájának, honnan tudta a nevüket, ki árultal, el, hát ha senkinek nem mondta ezeket a dolgokat, férje sem, férjeinek sem mondta ezeket a dolgokat, és akkor neki nagyon nagy fájdalom ez volt. <kül> és akkor azt is mondtam korábban az első előadásban, hogy a ennek alapján is megtudták, hogy a kislány valóban Jézus látja a szenteket és angyalokat lát, mivel a kislány ugyanúgy viselkedett, viselkedik minden át utcájával egy olasz misztikus, sztigmatikus asszony, akit szoknyás hív, hívták, mivel ő maga látta, mind a kislány most is látja, hogy a minden civil embernek az őrző, őr ör angyala, az urangyala, őrző angyala, bocsánat, a vála, jobb vála fölött lebeg. Minden pap balvála, fölött pedig lebeg az angyal. És akkor ennek alapján az atya is megértette, hogy ez maga az Istennek a dolga, nem kitaláld valami dolog. Hogyha ezek a dolgok ismétlődnek az ilyen hát ezek a dolgok nem változnak, változnak a mennyben. Most a második eh, problémáról szeretnék beszélni. Nem mindegy, hogy a gyermekek mit látnak, mit néznek, mit tapintanak, mivel játszanak, mit hallanak. A rossz dolgok képesek elvenni a gyermekek ártatlanságát, fedhetetlenségét. A Kastavál atya kegyelemnek tekinti, hogy életének útjába került a kislány és anyukája, aki 50 kilométerrel lakik a plibányájától. Nekünk harcolni kell a gyermekekért a lelkükért, a szívükért, hogy tiszták legyenek gyerek, mind a gyerek, nem mint a felnőtt. A rosszat meg kell előzni, meg kell ismerni elsősorban, hogy megvédhessük a kisgyermekeket a rossz hatásoktól. Ha nem ismerjük az ellenséget, hát akkor utána nem csodálkozom, hogy gyermekek egyre csúnyábban viselkednek a szülükkel szemben, másokkal szemben, megülik egymást, borzasztó dolgokat most tesznek a gyermekek. Nem szabad azt mondani, én munka, én munka után pihenek, a gyermekeim meg eh, válogatás nélkül nézek, nézenek a meséket, nem érdekel engem, semmi, én fárad vagyok. Kell a veszélyekről akkor beszélgetni. Ha mi nem teszünk, akkor maga Jézus, hát hál' Istennek gondoskodik arról a gyermekekről, a gyermekek által, mint a például Olán keresztül. De hát ha valaki nem hallja ezeket a dolgokat akkor nem fog változni semmit az életében. Egyszer a kis olá nyukájához egy fekete zacskóval, amiben sok játék volt bedobva. Ezeket Jézus azt mondta, küldte a kislányjal, hogy dobják ki és égeséggel. el. Nem csak kidobni, de ki kell égetni, hogy más valaki ne játszon ezekkel. Az anya megnézte ezeket a halmikat. Jézus azt is mondta a kislánynak, az is elég, ha ezek a játékok, plusz figurák, ruhák, könyvek, veszélyes képeket, lagókat, koponyákat ábrázolnak. Már akkor is képesek ártani és vonzani a rosszat. Gyermek nem tudja, de mégis valamiképpen ez vonzza a rosszat, mint ahogyan beszéltem korábban az első hátban, amikor valaki tudatosan ad nekünk kis cseppet, a méreg, méregnek a csistepé, akkor tudja, mit tesz velünk, mi pedig nem tudjuk, mit iszunk, és nem érzünk, hogy ez káros, csak később ez hogy, 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 hogy tényleg meg vagyok mérgezve. Ezek a dolgok megülik a gyermekekben, a szépség utáni gyvágyat, a zártatlanságot, elkezdi őket vonzani a rossz, a gonoszszal való e, együtt e, légy. E, és itt most lesz felsoroljuk a négy kategória a rossz hatású dolgok, dolgokról. Ez létezik a kis olá, és Jézus szerint ezek, ezek, a dolgok károsok. És Jézus az rendelte a kislányjal, hogy ez, ezeknek a helyen legyen a, a, lakásukban. Ezeket egyszerűen ki kell dobni és elégetni. Az első. Minden, ami mágiával foglalkozik, például varázslok, jósak, baszorkányok, mágusok, talizmának, nem tudom, valami keleti világról szól, nem tudom, diszítések, az, ami butháról szól, a keleti vallásokról, amelynek nincsen küze a katolikus a keresztény dolgokhoz jó energiák, igen, minden, ami energiákkal kapcsolódik, vibrációkkal, vib igen, ez minden veszélyes. Pozitív gondolkodás, igen, ez amulettek, varázs, szellemidézés, ördögös, plusz figurák, énekek a hatalomról, boszorkányságról, és így tovább, erőkről. Ez minden, Jézus mondta, hogy bálványimádás bűne. Még nem annyira nagy bűn, amikor valaki nem tudja, hogy mit tesz, de amikor már tudja, hogy ez rossz, és mégis ragaszkodik a rosszhoz, ez már tényleg makacsosság, és akkor ez már nagy bűn az embernek. Aki ezzel tovább akar játszani, és akosabb akar lenni, mint az maga az Isten tud, azt hiszi az ember, hogy többet tud, mint az Isten, Isten nem szajön bele neki. Hát ez Ádám és Évának a bűne is olyan volt. A második például Monster High erőszak imádata, például Shrek, ahol nevetünk a rossz példákon, ahol akkor a rosszat jónak mutatják be, ahol sok kiabálás van, ahol mutatják, hogy. hogy hogy a, ahol a kilobálás, vitákat reklámozzák, mint valami jót például, aminket nevetni. Utána nem csodálkozom, hogy a gyerekek kegyetlenek, nem tudnak már e, e, valakinek e, mondani, hogy hát látom, hogy szenvedsz, vagy valami, a gyermek igen, brutális kezd lenni, nem érdekli, hogy valaki szenved, szívesen akazná másoknak inkább a, a rosszat, mert ez nevetséges, igen. Ezek miatt érzéktelenné vál, a szenvedés, válunk a szenvedésre, ezek megölik a jóságad elsősorban. A harmadik kategória veszély, amelyről beszélt a kislány anyának, erotikus, pornója, pornóra emlékeztető mesék, ruhadarabok, például Hello Kitty, hát az sokan nem tudják, hogy ez rossz, én sem tudtam, hogy ez rossz, most már tudom miért, Hello, például Hello Kitty, használják ezt a, ezt a jelt például a pornopiacon, az offszereken, a, 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 a más dolgokon, amelyek, amelyeket még fogjuk később meglátni, a mesék küzben elhelyezett reklámok, pillanatok, a gyermek csatornán el tudják rontani a gyermek ártatlanságát, néha szép, be van és hirtelen, nem is tudja az a szülő, aki nem nézi ezt a csatornát, hogy néha ilyen, olyan csúnya tudnak a reklámok lenni az ilyen csatornán, hogy a gyerek el van varázsolva, hogy ez jó, mert összekeverik a jót a rosszal, vagy vannak jobb másség, a rossz másik, végül a gyerek nem tudja, hogy hol van a jó, mi a jó, és akkor az űrzavar a gyerek szívében akkor inkább nézd a tévéd a gyermekeddel együtt, aminek táplálunk, táplálunk, el, amivel táplálunk, el tud rontani minket, hogy a rosszat nézünk. Igen, ez a probléma, amikor már szülő megszokad az ilyen dolgokhoz, talán maga a szülő felelős a gyermek bűneiért is talán még nagyobb veszélybe kerül a maga a szülő, és az ítélet napján ez utána nagyon-nagyon komoly lehet, hogy a nem vagyunk meg ezeket bűnnek. A mesékben előfordul, hogy a férfiakat nem tisztelik, megalázák. Hát ezek a meséket csak feminista világban kitalálják, ahol a, a, az asszonyok, vagy a gyermekek imádata van, a férfiak már nem jelentenek semmit, a, a férfiak papucsak nem jelentenek semmit, igen, nem tudnak gondolkozni, utána a gyerekek kezdenek egyre jobban kinevetni a sárga apukat, mondja, a te butuska apukat, semmit nem tudsz így tovább, és lejáratják egyáltalán az apukát, utána tényleg apa már nem tud védekezni, nem tud mit csinálni, Állni, mit kell tenni, és érzi, hát nincs, nincs, itt, nincs itt szerepem a családban, és akkor a férfiak kezdenek csendben maradni, ami ami borzasztó. borzasztó ez már nem nevelés, ez családrontás lehet mondani. És akkor így látjuk a, ezeket a dolgokat, ami Jézus mondta, hogy ki kell dobni a kislánynak. Hát így látunk a kis unikornat ami maga homoszexuálisnak a homoszexuálisnak a jele, hát valami kis ruhát, amelynek amelyen Hello Kitty van, valami más, Legók LEGO vannak, más dolgok, nem tudom, még sok-sok-sok minden. Meglátjuk tovább, hogy ezt Jézus mondta, hogy ez nem jó. Hát miért? Én is, is tudálkoztam, de Egyre jobban kezdem érteni ezek a dolgokat, de minél többet is imádkozom, ennél ennek, ennek, jobban értem. Az első, ez a unicorn, az, ami volt nála, az, ami hát, pontosan mutatják, hogy a, ez homoszexuális életnek a reklámja. E, igen, e, hogy a férfi már ne legyen, a férfi, férfi legyen mindegy, lány. E, igen, ez gender ideológia is van benne. Tovább mágiavilág maga a Biblia elítéli a, a, jóslást, a mágiát, mutatja mind a bűnt, ami az Isten első parancsalta ellen van, bálványmádás bűne igazából, és akkor a Harry Potter könyv nagyon veszélyes, arról is a végén lesz. Lego, Lego is ezeket is, a Gostavátya kritizálja, mivel a, ad is van valami veszély, pontosan még nem tudom, lehet, hogy a következő alkalommal valami más lesz. Utána a Barbie Girls, amelyek úgy vannak kiszépítve, mindegy egy prostituált asszonyag, lányok és a lányok és kislányok utána így akarnak járni, mind a prostituáltak, és akkor nincs ártatlanság, nincs ártatlanság gyermekeknek, minden kell, egyből kell viselkedni, egy felnőtt embernek, gyereke már ne legyen gyerek egyáltalán. Monster High, ez a halál kultusza, látogató a vámpirakat, a kupanyákat, ami mutatja, hogy az ami halott, ez szép, ez csodálatos, hát ez e szörnyű dolog, amikor az embereknek mondják, hogy a halálos dolgok, a vámpiros dolgok, a Démontól való dolgok, ezek szépek, egyáltalán nem szépek. Ez, az ember már nem tudja, mi a szép, azért, mert borotká, borátja, ezeknek a dolgok a gyerek, gyerekkorától, és már nem fél attól, ami rossz nem fél a bűntől elsősorban, és akkor a bűn felé nyúlja a kezét, utána a kezé, a satán kezébe teljes mértékben vannak a gyerekek. az azért nem tudnak imádkozni például, nem akarnak imádkozni, nem érdekli az, ami szép egyáltalán. Itt pedig látjuk a Hello Kitty, így látjuk például a Hello Kitty vibrátort, szörnyű dolog, hát ez gyerekeknek a való vibrátorokat csinálni, Itt pedig látjuk ez, ami szégyen a Hello Kitty, az óv szeren. A dolog szerintem. Oh, igen, látni. É. Utána a kislány az is látta, hogy találkozott egyszer az utcában egy, egy, lányjal, egy lányjal, aki ezt a szemét hordta, de csak, csak, a szem volt rajta, és alatta volt ez a worship me, ami azt jelenti pontosan, hogy a imád engem. Igen, és az a Horus szem, ez egy egyiptomi, a, 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 egyiptomi istennek, egyik istennek a jele. Igen, e, ami je, lélegvándorlás jele, Lucifernek maga a jele, és akkor most a jeleg által befolyásolhatja a fiatalokat a, a, a gonosz léleg, ami szörnyűségük zában. Utána a pacifista kereszt, sokan kérdezik, miért ez rossz? Hát ez pacifizmus, hát a békéről szól. Hát nem tudják, mi ennek az eredete. Ez úgynevezett a nera keresztje. Látjuk, hogy ez a kereszt lefelé megy. Az azt jelenti, hogy keresztség, 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 keresztségnek vége van. Keresztségnek nincsen jövője. A világ békében maradhat, de kereszténység nélkül. Igen, hát tudjuk, hogy a kereszténység nélkül éppen nem lehet építeni békét. Az igazi béke csak Jézus Krisztusból való. És akkor ez maga a harc, az is hátának az Istennel, aki szeretne, hogy a békétlenség éppen beköltözön a szívünkben, hogy az ember csinál az, amit akar, hogy mindenki határozza, hogy mi a jó, mi a rossz, és végül a háborúhoz is vezethet, a vitákhoz, sok mindenhez, ami rossz. Igazából is ez egyáltalán nem béke ezt a jelt is gyakran lehet látni, a, a, a pentagramma, igen, ami a maga a sátánnak a, a jele, ami mutatja, hogy ember, maga az ember, a fej, kéd, ö, 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 keze és lába, hogy maga a sátán a király. A, a kisola, hát utána még szeretném mondani a jing yangról biztosan ismerjük ezt a jel, most nem helyeztem el, ez is veszélyes jel, ami a keleti világ, világgal kapcsolódik, ami pontosan az mondja, ez az SS fehér és fekete, és a fe fehér helyen van a fekete pont, a fekete helyen van a fehér pont, ami arról szól pontosan, hogy nem létezik határ a rossz és a jó között. A rosszban is van a jó, és a jóban is van a rossz minden lehet jó, minden lehet rossz, attól függ, ki mit vél igazán, többen hát többet lehet is arról És a Jézus pontosan mondta, hogy mi a rossz, és mi a nem jó. Hogy a jót fogjuk tudni a gyomolcsok után később fog kiderülni, hogy valami rossz volt, vagy jó. jó. Később csak fog kiderülni ez az egész. Itt pedig ingyenben az van, hogy nem létezik a jó, nem létezik a rossz, minden lehet jó, minden lehet rossz. Akkor ez teljes, lehet mondani kereszténység elleni gondolkozás. És sokan nem tudják, mit hordanak a saját nyakukon. A kisolá Amióta Jézussal beszélget, csak, iga, csak is a szentírást, a szentekről szól, a könyveket olvassa, miattuk akar jó ember, emberé válni. Igen. Jézus egyszer azt is mondta a hadéves lánynak, hogy rajzolja le a föltámadást, a Jézusnak a föltámadását. Olá Jézusnak engedelmeskedve lerajzolta, és itt van az eredménye, utána később fogja látni. Hát ez csodálatos. Mint ahogyan a kislány, 6 éves lány, tudta lerajzolni azt, ami, ami az emberek nem is tudják, ha hadon történt a feltámadás, és itt látjuk, ez eszméletlen, hogy itt, van a, itt vannak az angyalak, a Bibliában is tudjuk, hogy a, 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 a helyszínen voltak az angyalak, angyalak is voltak még a, 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 a sírban, amikor az apostolagi asszonyok érkeztek, látták csak a két angyalod maradt, és azt mondták az asszonyoknak, hogy itt már nincs, Jézus feltámad. És így látjuk, hogy Jézus, igen, felemelkedik, és a mennybe megy. Igen, és érdekes módon látjuk azt a monotelloi Jézusnak az arcát. A olaszországi monotella településen, ott is van egy ilyen kendő, akik sokan mondják, hogy ez a Jézusnak, a Veronikának, a kendőjének az eredete. Igen, ott lehet a templomban látni, és ez érdekes, elég hosszú cikk van arról, hogy a, a, ez annyira csodálatos, finom anyagon ki, ki van festve a Jézusnak az ábrázalata, de igazából, amikor az ember pontosan látja, akkor fél milliméter a... a az anyag fölött lebeg Jézusnak a, a, az ábrázolása. Hát ez az egész cikket lehet arról olvasni, csodálatos. És ez a kis hat éves lány úgy tudta rajzolni, mind a pontosan, hát mind a tényleg látna az igazságban, hogyan történt meg az. Most köszönöm szépen az előadást.